Sziasztok! Üdvözöllek titeket a csatornámon! A mai videó arról fog szólni, hogy hogyan teremtek nyugodt alkotói környezetet. Szeretnék megosztani veletek néhány tippemet, trükkömet, technikámat, amelyek nekem beváltak, hogy inspiráló és produktív légkört alakítsak ki, remélve, hogy ezzel nektek is tudok segíteni. Na de, kezdjünk is bele! Szóval, azokon a napokon, amikor alkotásra, rajzolásra szánom el magam, leginkább ezek ilyen szabadnapok, akkor van pár olyan tipp vagy dolog, aminek szükségét érzem, hogy betartsak, megcsináljam, mert ha ezek megvannak, jól esik utána az alkotás. Az első ilyen számomra a friss levegő fontossága, amikor csak lehet nyitok ablakot, hogy bejusson a friss levegő, persze csak akkor, ha nincs kint túl nagy meleg vagy hideg, a friss levegő nem csak az egészségemnek tesz jót, hanem segít frissen tartani az elmémet is, ami elenged az alkotáshoz, és hát innen jön egyébként a természetes fény, próbálok olyan helyet találni az alkotáshoz, rajzoláshoz, ahol sok természetes fény jut be, ez javítja a hangulatomat, növeli a produktivitásomat is, és hogyha éppen nincs olyan jó idő, vagy éppen már este fele jár, akkor próbálok meleg fényt, vagy legalábbis olyan kellemes fényű lámpákat használni, ami a szememet nem zavarja. A következő pedig a tisztaság, a rendezet és a tiszta környezet. Én úgy gondolom, hogy még jobban segít a koncentrálásban, és sokkal nyugodtabban ülünk le úgy rajzolni, hogy tudjuk, hogy környezetünkben, körülöttünk minden rendezett és rendben van. Szóval én ilyenkor nagyon szeretek takarítani, és tényleg rendezem és rendszerezem a munkaterületemet, hogy tényleg ne vonják el ezek a kis apróságok a figyelmemet, vagy ezáltal negatív érzéseim legyenek. Szóval tényleg próbálok ezekre törekedni, hogy előbb legyenek meg ezek az alapvető kis dolgok, és utána jöhet nyugodtan az alkotás. De nem feltétlenül kell egy nagyon fárasztó, hú, de nagy takarítást megcsinálni. Nyilván vannak időszakok, amikor persze erre is sor kerül. Én például szeretek sűrűbben port törölni, ha még nem olyan vészes, akkor egy szimpla mikroszálas törlőkendővel törölgetek végig. Sokkal gyorsabb, a por nem száll vissza, rajta marad az anyagon, csak ki kell mosni utána. Már ez ritkábban szeretem. Nekem a lelkemnek jobban esik egy átfogóbb törölgetés, a saját keverésű, illatosítású felülettisztítómat használom. Jelenleg most kicsit nyárias illatút. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy növények vegyenek körbe minket, ugye esztétikailag is nagyon jól mutatnak, akár a szobákban, a rajzos részünknél, az asztalunk mellett. Nyilván ugye segítenek a levegő tisztításban, és egy jó érzést kölcsönöznek, akár így látványilag. Nekem sajnos csak műnövények vannak, mert tényleg nem értek a gondozásukhoz, sajnos már próbálkoztam velük, és nem jártam sikerrel, hiába jártam utána. Valahogy én most ezzel beérem egy kis plusz dolgot, egy kis plusz extrát, nyugodt, kellemes légkört, még igazából így is tud nekem adni egy tényleg egy jófajta érzést. Nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy a környezetemet, a rajzeszközeimet rendszerezzem, mindennek meg legyen a maga helye, ha csak egy matricáról, egy filctollról, egy kihúzóról, egy színes ceruzáról, bármelyek kisebb eszközről legyen szó, mindennek megvan a pontos, meghatározott helye. Persze ezt sem akarom túl bonyolítani, és néha talán el is keverednek, de úgy nagyjából tudom, hogy minek hol a helye. Ez azért is fontos számomra, mert így el tudom őket gyorsan pakolni, nem feszélyez például, hogy azért ne álljak neki rajzolni, már sok időt vesz el az elpakolásuk, előszedésük a rajzeszközöknek, vagy hogy azt se tudom, hova tettem őket, ezeket pedig igyekszem nem megváltoztatni, mert már rutinszerű minek, hol van a helye. Számomra rutinossá vált az, hogy rajzolás közben készítsek valamilyen kis innivalót oda, legyen az akár csak egy egyszerű víz, egy üdítőital, egy kávé, egy cappuccino, egy forró csoki, teljesen mindegy, illetve néha azért figyelek arra is, hogy ezeken az italokon legyen valamilyen tető, hogy nehogy véletlen ráborítsam a rajzomra, mert már jártam így, és hát a hangulati fények elmaradhatatlan eszközei az alkotásaimnak, ezek tényleg pont olyan plusz kis dolgok, kis egyszerűbb dolgok, amik nagyon fel tudják dobni, kedvet tudnak hozni az alkotáshoz. Én ezért szeretem az illatosított gyertyákat. Nagyon sok kedvenc márkám van, köztük a Yankee Candle, a Kringle Candle, nagyon-nagyon jó illatuk van, és hát ezt évszakhoz szoktam általában igazítani. És hogy honnan is tudom, és merek biztosan ma alkotni, hogy ma
csak ez vár rám, úgyhogy megterveztem előre a napjaimat. Tudom, nagyon klisés, de egyébként ez nagyon fontosnak tartom, hogy szintén valamelyest a rendszerezettséghez tartozik ez a fajta tervezés, hogy nagyjából legalább egy hétre előre tud, hogy mire számíthatsz, és így legalább tudod, hogy mennyi időd van az alkotásra, és rajzolás közben talán nem is fogsz annyira azon agyalni, hogy ezt még nem csináltam meg, még erre kéne időt szánnom, még az van hátra, szóval egy kicsit, ha ezt rendszerezem, akkor talán ezt a görcsösséget is el tudom engedni, persze attól függetlenül a feladatok még ott lesznek. Viszont tudom, hogy van egy konkrét napom, vagy pár órám rajzolni, akkor ezeket a gondolatokat talán könnyedebben el tudom engedni, mert tudom, hogy az csak az én időm, az csak az én kis rajzos, alkotós időm. És természetesen igyekszem arra, hogy nem egyszerre megcsinálni mindent, és próbálni nem kapkodni, ha egy héten át tart egy adott rajz, az sem baj. Úgyhogy tényleg nagyon fontos számomra az időbeosztás, hogy tudjam, mikor érek rá rajzolni, alkotni, egy jó tervező segít rendszerezni a teendőimet, és időt találni a kreatív munkára. Az időbeosztás pedig lehet rajzosan, kreatívan is csinálni, tudjátok, vannak ezek a bullet journalok, hogyha jobban ráérsz, ezeket akár egy kicsit rajzosan, díszítve is el tudod készíteni, ami plusz alkotás, és egyben inspiráló is. Nálam kiadhatatlan elem az, hogy kényelmesen legyek itthon. Tényleg nagyon fontos, hogy kényelmes ruházatban legyek alkotás közben. Segít ellazolni, jobban koncentrálni a munkára. Nyáron különösen jól esik egy hűsítő testperme, ami felfrissít, kellemesen hűsít. Gyakran, amikor rajzolok, felteszek akár egy arcmaszkot is, vagy egy kis extra élidőt cseppészek a folyamatban. Ezek tényleg apró kényeztetések. Segítenek abban, hogy talán kényelmesebben, inspiráltabban érezzem magam, ami nagyon fontos talán a kreatív munkáink során. Picinke dolgok ezek, de sok pluszt adnak hozzá. Én rajzolás közben szeretek ambience-es YouTube csatornákat hallgatni, ahol jazzes, relaxálós zenék mennek, de van, amikor így nyáron csendben a madarakat fülelve hallgatózom, és úgy rajzolok. És hát most egy vázlat füzettes portrét készítek, és kezdhettem újra a vázlatot, mert rájöttem, hogy most a színes ceruzámmal, ami vázlatozásra van kitalálva, azzal szeretnék gyakorolni. Hát megesik az ilyen, néha bele kell számolni azt is, hogy nem minden fog menni elsőre, vagy egyből úgy, ahogy mi szeretnénk. És bár meg vagyok a vázlatrajzzal, tisztában vagyok vele, hogy egyidejűleg nem mindig lehet az alkotással végezni, nem is kell, nem is baj, ha több napon át vagy megszakításokkal dolgozunk rajta, sőt, pihentebben folytatjuk, illetve más megközelítésből fogjuk rátni a rajzot. De mivel most közeleg az ebédidő is, én ilyenkor szünetet tartok, és nekiállok főzni, jelenleg egy egyszerűbb tofus salátát készítek grillhússal és sajttal. Ezek a szünetek számomra azért is jók, mert rajzolás közben egy vagy két óra után nem leszek már annyira dekoncentrált, hogyha pihenek közben, és a szememnek is sokkal-sokkal jobban esik ez így. Szóval úgy gondolom, hogy ezek a pihenők nem csak hogy felfrissítenek, de segítenek új perspektívát nyerni a munkámra. Néha csak egy rövid nyuszi időre van szükségem, egy kis pihenésre, akár egy ebéd utáni sziesztára, amikor iszok egy csésze teát, vagy tényleg megebédelek, nyújtózkodok egy kicsit, hogy ellazítsam az izmaimat, és bár reggelente szoktam jogázni vagy kerékpározni, de akkor is a rajzolás közben, a görnyedés alatt, hogy tényleg ráhajolok az íróasztal fölé, azután úgy is kell egy kicsit kinyújtozni, úgyhogy számomra jól esnek néha ezek a kis szünetek. Amikor pedig visszatérek a rajzoláshoz, új energiával, friss szemmel folytatom a munkát, ilyen esetben nekiállok színezni, ami az egyik kedvenc részem, kiválasztom a filceket, amelyekkel dolgozni fogok, és elkezdem életre kelteni a rajzot a színek segítségével. Ez a folyamat szerintem nagyon izgalmas, mert itt már kezd az elképzelés valóságá válni. És hogy még kényelmesebb legyen, sok esetben szoktam egy ilyen kis pufra felpakolni a lábaimat, így annyira talán nem lógatom, és valahogy nekem ez így kényelmesebb. Ó, és hát most jön az a rész, amikor nem sikerül minden úgy, ahogy én terveztem. Mert hogy van ilyen is, és ezt el kell fogadnunk, főleg akkor, hogyha még a rajzfejlődésben vagyunk benne. Én igyekszem egyébként sok esetben jó minőségű rajzeszközökkel rajzolni, de ettől függetlenül előfordulhatnak gyártási hibák, ahol például
jelen esetben csíkosan rajzol, festi föl, mint láthatjátok, az ecset hegyen nem egyenletesen folyik el a tinta, ez látszik is, hiszen foltos, hát ilyenkor nincs mit tenni, újra kezdem az egészet. Beleértve a vázlatrajzot is. Szóval csak arra akarok rávilágítani, hogy nem mindig úgy kell leülni rajzolni, hogy minden elsőre tökéletesen, biztosan úgy fog sikerülni, ahogy mi azt szeretnénk, mert ha így ülünk neki rajzolni, akkor nagy meglepetések érhetnek, és sajnos nem kellemesen, szóval ezeket valahogy bele kell kalkulálni, de egy idő után meg lehet egyébként ezeket a dolgokat szokni, hogy nem úgy sikerül, és nem mindig tudunk úgy teljesíteni minden nap, ez ugye nyilván függ tőlünk is, mennyire vagyunk kipihentek, milyen hangulatban vagyunk, és hát sokszor a kiválasztott rajzeszközön is, és azt se lehet teljesen kimaximalizálni, egy jó minőségű rajzeszköznél is előfordulhat egy-két hiba, de az is lehet, hogy meg kell válogatni, hogy honnan vásároljuk meg őket. És tényleg ezt nem győzöm hangsúlyozni, én mai napig úgy gondolom, hogy a rajzolásnak még mindig nem a tökéletességről kell szólnia, akkor is leülhetsz rajzolni. Amikor kedved van alkotni, de nem szeretnél egy profi, kidolgozott, teljesen ráfókuszált rajzot létrehozni, én is szeretek így rajzolni, akár egy ilyen írka-firka, egyszerű kis vázlatfüzetes rajzot készíteni, és van, amikor előveszem a profi papíromat, már hogyha éppen úgy sikerül, és akkor elkészítek egy kicsit komolyabb illusztrációt, rajzot, akár portrét, teljesen mindegy, és pont azért nem szeretek ítélkezni, vagy pálcát törni senki munkája fölött, vagy rajza felett, mert nem lehetünk mindig maximálisak egy ennyire érzelemdús hobbi mellett. És miután elkészültem a kis vázlatfüzetes illusztrációval, jöhet egy kis elpakolás, mivel tudom, hogy mindennek, minden eszközömnek hol a helye, ez így tényleg 2-3 perc alatt. Kész is vagyok vele, el is pakolom, nagyon-nagyon gyorsan, mert már szinte rutinszerű az elpakolása, mert tudom, hogy mindennek hol a helye, és tényleg ez nagyon fontos, egyáltalán nem hátráltat ez engem, hogy most pakolni kell, takarítani kell egy kicsit utána, mert nem sok időt veszel. Egyébként ezt a kis filcet megtartom, ami hát ilyen ombrés hatású, hát ha egyszer majd jól jön valamire. Rám egyébként nagyon igaz, hogy nem szeretek sokáig egy helyen, vagy bent lenni, én nagyon szeretek kijárni a természetbe, mivel mi a Balaton mellett lakunk, nagyon szeretünk lejárni a partra, sétálgatni jókat, megnézni sokszor a naplementét, és sokszor egyébként erdőbe is, a közeli töreki erdőben nagyon szeretünk eljárni, sétálgatni, és nagyon szeretek vázlatfüzetben tényleg csak így firkálgatni. Van egy ilyen kis utazós vázlatfüzetem, amit így mindig viszek magammal, picinke, belefér a táskámba, leülünk a part mentén, megeszünk egy fagyit, megeszünk egy üdítőt, és közben kicsit ötletelek, vázlatozok, párommal beszélgetek, úgyhogy ez az igazi kikapcsolódás számomra egy rajz végén, amikor kimentek a természetbe, ez egy felüdülés, főleg, hogy közben egy kis sétát azért még beiktatok, mert hát kellenek ezek a szünetek, főleg, hogyha tényleg nagyon-nagyon görnyelsz és sok időt töltesz az íróasztal felett. És egyébként nekem most van egy kis tervezetem is, hiszen hamarosan érkezik a júniusi hónap, és szeretném megtervezni a rajzos tanulóimnak, hogy milyen matrica csomagot fognak júniusban kapni. Van egy ötletem már, és ezeket a kis elemeket fogom most megrajzolni vázlatfüzetben, és majd digitálisan megvalósítom ezt a kis picinke egyszerű rajzot. Persze akkor már kidolgozottabban. Jelenleg majd egy ilyen kis olaszos nyári hangulatot idéző matricát szeretnék készíteni, úgyhogy ilyen kis citromos, narancsos illusztrációk lesznek benne.
meg még egy pár érdekesség, de azt majd a következő videóban fogjátok meglátni, hogy milyen lesz majd pontosan a tervezet. Hazaérve pedig már a nyuszikkal együtt közösen pihengetünk, néha ilyenkor filmezünk, vagy csak kikapcsolódunk, olvasgatunk, vagy folytatom a digitális rajzomat, hogyha még érzek magamban egy kis affinitást, kedvet. Én viszont most búcsúzom, remélem, hogy tetszett nektek ez a kis tipp megosztós videó az én kis szemüvegemen át, hogy is néz ki az én kis rajzos rutinom, ha mondhatom így. Remélem, hogy tudtok majd belőle egy-két tippet, trükköt majd kicsipegetni. Ha pedig tetszett a videó, akkor nyomjatok egy like gombot, hamarosan találkozunk egy következő kis rajzos alkotós videóban. További szép napot, hetet kívánok nektek! Sziasztok! Thank you.